Ebben a videóban egy olyan ingyenes Loudness Maximizer Brick Wall Limitert mutatok be, amely használatával az elektronikus zenéi keverések során leggyakrabban felmerülő problémát lehet ezt kiküszöbölni, méghozzá a drop, valamint a build-up vagy pedig kiállás részek közötti túlzott mértékű hangerő különbség. Amikor összeállítottunk egy anyagot és a keveréssel készen vagyunk, lehetőségünk van a mestersávra többféle kompresszor, többféle szaturátort, sztereótérrendezőt, illetve hangszínszabályozó eszközt bevetni, és azzal a hangképet még szebbé varázsolni, majd a legvégére a szokásos limiter felhasználásával tudjuk maximalizálni a hangerőt, sőt, ezzel tudjuk még tömöttebbé, vagy pedig még sűrűbbé tenni a hangképet, azonban nem mindegyik limiter képes a legmegfelelőbben kiválasztani automatikusan a helyes etek, illetve release beállításokat, sőt, még a threshold beállításokat sem, ezeket olykor a hangmérnökök is hibásan állítják be, de ez nem probléma, mert bizonyos zenéanyag megköveteli a nagy dinamikát, az elektronikus zene azonban a lehető legkisebb ilyen GR-12-14 érték, illetve klubok felé pedig nyugodtan mehetünk -9, -8, -6, és a csillogos ég az pedig a világ legalja. Hogy a dynamic range-ünk az milyen mértékű legyen, erre különböző mutatók vannak az interneten, mindenki törekedhet arra, hogy hangosabb legyen a zenéje, mint a szomszédé, vagy pedig szóljon szépen, éppen ezért érdemes olyan limitert választani, ami a tranziensekbe a lehető legkevésbé nyúl bele, és transzparensen tud megszólalni. Nagyon kevés ilyen jó limiter van, a legjobb limiter az Oxfordnak a limitere, Sonox Oxford, ami etek, release, threshold beállítási lehetőséggel és még egy halom automatizálási, valamint paraméter vezérési lehetőséggel rendelkezik, és a legtranszparensebben tud dolgozni, sőt, van benne egy ilyen safe lehetőség is. De hogyha az elektronikus zenénél szeretnénk maradni, és azt szeretnénk nagyon szépen összepréselni, akkor az ingyenes Loudmaxot ajánlom figyelmébe mindenkinek, minden esetre tesztelni tökéletes, ez egy ilyen L2 Waves klón ingyenes plugin, tulajdonképpen valóban arra való, hogy brick wall limiterként használjuk, a drop, illetve a break vagy build-up részek közötti hangerő különbséget csökkentsük, kiegyenlítsük azokat körülbelül egy dinamika tartomány szintre, alkalmazhatjuk sávokon is limiterként, valamint vagy kompresszorként, de mestersávon limiterként is, vágjunk is bele, ami az erőssége, hogyha a mestersávra rádobjuk. Nekem a mestersávon található már jó néhány plugin, azonban limiterként a Loudmaxot használom. Hogyha meghallgatjuk a zenéanyagnak mondjuk a drop részét limiter nélkül, és a multiméterben pedig ellenőrizzük, hogy körülbelül milyen LUFS értékekkel jelenik meg, akkor látható, hogy az LUFS értékem az -17, -18 között mozog. A spektrumanalizátorban látom, hogy kb. Kiegyenlítettek a frekvencia tartományok, és most jön a build-up részünk, amikor meg a zenének, valamint a vokáloknak is az egységes hangereje igencsak eltér a dropban hallható résztől. Tehát itt, amikor drop szól, itt egészen felmegyünk -17, -18-ig, a build-upnál meg lemegyünk baromira -30, -29, -28 LUFS-re. Na most itt a -29, illetve a 18 között nagy a különbség, érdemes ezt jobban összetolni, ezért, hogyha bekapcsoljuk a Loudness Maximizert, és beállítjuk kimeneti jelszintnek mondjuk a -0,3, -0,5-öt, ma egyébként dimatosan -1 decibel is. Én -0,5-re szoktam állítani, majd pedig limiter tekintetében abban hiszek, hogy a gain reductionünk, vagyis a visszapréselt, visszavezérelt jelszintünk ne legyen több 1-2-3 decibelnél. Természetesen olykor alkalmazom a -6, -8 gain reduction visszapréselést is, aztán a sávokon meg van olyan helyzet, amikor bőven még ez e fölé, vagy ez alá, mindegy, hogy honnan nézzük, megyek. Mondjuk akkor kapcsoljuk be,
be van állítva nekünk a kimeneti értékünk mínusz 0,5-re, és nyugodtan húzzuk szépen vissza a thresholdot egészen addig, mint a gain reductionben meg nem jelenik mínusz 1-2 visszapréselés. Amikor ez megvan, akkor hallható lesz majd a buildben, hogy itt is a buildnek a hangereje igazodik hozzá automatikusan az összes többihez, vagyis itt már nem olyan halk, mint az előbb, ha kikapcsolom, akkor hallom, hogy lehalkul, és amikor visszakapcsolom, akkor hallható, hogy jobban közeledik a hangerőm a dropban hallható jelhez. És így ezzel már is egy kiegyenlített jelet tudok beállítani, természetesen a hangerő huszároknak nyugodtan lehet még tovább is tolni a jelet. Szép az egészben, hogy nagyon szépen transzparensen dolgozik, azonban egy szint felett már a transzienseket elkezdi piszkálni, mondjuk, hogy ha feltoljuk tökig, még akkor sem lesz csoda, tehát annyira el nem rontja a jelet, ha a keverésünk jó, viszont belenyúl már a transziensekbe és kezdi koptatni azokat. Torszként most sem mondható, az előfes értékünk mínusz 7, ez azért már elég sok, e felett csak klubokba kell lennie, és itt pedig már nagyon is összepréssel élet és ingadozás hallható, ez itt már szar. Ugye a build-upnál fogta és felhangosította a jelet, a verzénél pedig visszaveszi, természetesen a kórusnál, vagyis a drop részeknél is vissza fogja venni, de itt azért a dinamika, különbség, illetve ingadozás megjelenik már, erre nem való, ugyanis ez egy attack, illetve release állítástól mentes automata limiter, vagy maximizer, itt érdemes csak a brick wall részét kihasználni, vagyis az általunk meghatározott szint fölé érkező jeleket visszatolni. Van egy ESP kapcsolónk, ezzel a true peak detektálást tudjuk beállítani, ezzel sokkal pontosabban tudja a bemenő jelszintet analizálni és hozzáállítani, vagy korrigálni a visszaszorítandó jelszintet. Hangzásban különbséget nem fogunk hallani, transzienseket azért sokkal finomabban megtartja, mintha ezt kikapcsolom. Van nekünk egy link gombunk, a link gomb arra való, hogyha beállítunk egy köztes értéket, mondjuk ezt a thresholdot a 1,1 vagy 2 decibelre beállítom, hogy néha-néha, amikor túlugrik a jelem 1-2 decibel, az szépen dobja vissza, de amúgy ne nagyon nyúljon az anyagba, hogyha bekapcsolom a linket, és ennek megfelelően a Dave Pensado féle limitálást akarom használni, akkor azt ezzel a lingomban tudom megvalósítani, ezt követően, hogyha a thresholdot húzom vissza, akkor azzal együtt a kimeneti jelszintem is változik, Dave Pensado kb. Úgy állítja be, hogy mínusz 6, és mínusz 6 nekünk a kimenet, és tulajdonképpen szerinte ez a limitálása tökéletes. Van benne valami, mert most majd hallhatjuk, hogy a build-up is kb. Ugyanolyan szintű, és nem lesz olyan hatalmas különbség a build-up, valamint a verze között. Kiegyenlített a jel, és ahogy megyünk fel majd bridge-ben, oda kattintok, itt is ugyanaz a kiegyenlítettség van, és hogyha rámegyünk a drop-ra, kiegyenlített jelet kapok. Ahhoz képest, hogy ez egy ingyenes plugin, hát mindenféleképp kötelező.